A Műcsényi polgármesteri hivatal az 1970-es években épült. Az idők alatt semmiféle felújítást nem végeztek, így a rekonstrukció nagyon ráfért az épületre. Műcsényben egyházban működik az orvosi rendelő és a hivatal, így a mostani felújítással két legyet ütöttek egy csapásra. Krahun Elemér polgármester azt mondta, ez volt az első, hogy a település területfejlesztési operatív programból forrást nyert. A pályázatunk által 43,5 millió forintot kaptunk, amit rá is költöttünk az épületünk, erre az épületre. Teljes mértékben nyilázáró cserék, szigetelés kívül, mint egy 15 centis szigetelés van, fűtéskorszerűsítés, világosítás korszerűsítés, tehát teljesen felújított épület, padlózatcsere, bútorcsere. Az átadó ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki kiemelte, Tolna megye 2020-ra 100%-ban lehívhatja a fejlesztési keretet a területfejlesztési programból. A körzetre több mint 8,5 milliárd forint pályázati forrás jutott csak a TOB-ból. Ez azt jelenti, hogy 33 önkormányzat település 66 projektje valósult meg. A körzetben megvalósuló pályázatokból javarészt egészségügyi és oktatási intézmények, valamint polgármesteri hivatalok korszerűsödtek.